Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a szokásos szerdai Facebook élő videóelemzésem, ahol mindig aktuális témák mentén tágabb összefüggésben vizsgálunk meg politikai folyamatokat. Tehát még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök, ez a szokásos szerdai videóelemzésem, ismét számítok mindenki figyelmére. Az eheti témánkat azt szolgáltatta, hogy hétfőn a Magyar Nemzet egy cikk sorozatot indított el Gerald Knausszal kapcsolatosan, aki az elmúlt időszakban tapasztalható lejárató kampányokat szervezte, koordinálta Magyarországgal szemben, és Soros György egyik megbízható szövetségese, lényegében ő irányította azokat a támadásokat, azokat a cikksorozatokat a nemzetközi sajtóban, amelyekkel találkozhattunk leginkább a 2015-ös migrációs válság óta. Ennek apropóján egy kicsit tágabb összefüggésben vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Megnézzük azt, hogy milyen befolyás szerzési törekvései voltak Soros Györgynek az elmúlt évtizedekben, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez miért veszélyes, miért káros, és hogy milyen eredményre jutott Soros György azzal, hogy a 2015-ös migrációs válságot követően kijött a fényre, elképesztően erős politikai szerepet vállalt, és lényegében az a rejtettsége, az a fedett mi voltja, ami még a 2015-ös migrációs válság előtt jellemezte, az hogyan borult fel. A mai videóelemzésnek a címe az az, hogy Soros György kijött a fényre. Azért adtuk ezt a címet, mert ugye évtizedeken keresztül Soros György egy jó szándékú, titokzatos filantróp szerepében tetszelget, így jelent meg a nemzetközi és a hazai sajtóban is. Nagyon keveset lehetett tudni arról, hogy melyek a valódi politikai és gazdasági céljai. A 2015-ös migrációs válság volt egy olyan fordulópont, amikor nyílt összetűzésbe került a magyar kormánnyal, és ennek következtében Soros György nyíltan politikai küzdelmet hirdetett a magyar kormánnyal szemben. Tehát ami eddig rejtve volt, ami eddig a átlagos hétköznapi ember számára nem volt köztudott, az 2015 óta mindenki számára egyértelművé vált. Például 2015-öt követően Soros György az RTL Klubnak, tehát egy magyar kereskedelmi csatornának is interjút adott, és abban az interjúban nyíltan megfenyegette, megtámadta a magyar kormányt. Erre korábban hát nagyon kevés példa volt. Ilyen nyíltan, ennyire a fényre kijöve Soros György a 2015-ös migrációs válság előtt nem szerepelt, nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A 21. század intézet egy több részből álló tanulmány sorozattal próbálja meg feldolgozni Soros György életútját, az ő politikai és gazdasági tevékenységét Magyarországon, illetve az Magyarországot környező térségben, országokban. Ez a cikk sorozat elérhető a 21. század intézetnek a honlapján, itt a videó alatt meg is található ez a link. Az első tanulmány ebben a sorozatban az Békés Márton tanulmánya, amelynek az a címe, hogy a Soros Birodalom születése. Ebben a tanulmányban olvasható az, hogy miként jött létre Magyarországon az a soros hálózat, ami mind a mai napig működik és létezik, illetve hogy miként indult meg a régióban, a közép-európai régióban ennek a hálózatnak a kialakítása. Békés Márton azzal kezdi ezt a tanulmányt, hogy 1993-ban Soros György egy amerikai újságírónak Bukarestben azt mondta, hogy nyugodtan írja csak azt, hogy ami egykor
a szovjet birodalom volt, az a Soros birodalom lett. Tehát ez a mondat nagyon jól bemutatja és példázza azt, hogy Soros György miként tekint erre a hálózatra, milyen funkciót szán ennek az intézményi rendszernek. És ha megnézzük, hogy mennyire kiterjedt ez a hálózat, akkor azt látjuk, hogy lényegében egy közepes méretű európai országnak a külképviseleti rendszere, tehát a nagykövetségei és a konzulátusai nem annyira kiterjedtek, nem olyan széleskörűek, mint Soros György hálózata, hiszen jelen pillanatban közel 40 országban rendelkezik a Soros hálózat képviselettel, és 140 országban aktív tevékenységet folytat, tehát lényegében a fejlett világot, a világnak a jelentős részét lefedi Soros György hálózata, tehát látható, hogy milyen elképesztően nagy ez a befolyás, milyen nagy ez a hálózat. És ugye a Magyar Nemzetnek a cikk sorozata is ezt a hálózatot igyekszik feltérképezni, és igyekszik bemutatni azt a személyt, aki talán a legfontosabb a Magyarországgal szembeni támadások során. Ugye Soros György számos országban kulcspozíciókat szerzett, illetve biztosította nyílt társadalom helyi támogatói számára. Magyarországon 1984-ben indította meg a munkáját, még a kommunista államhatalommal együttműködve, és a térségben mindegyik országban jelen van. Eltérő az, hogy melyik országban mekkora befolyással rendelkezik, eltérő ugye az adott kormányoknak is a reakciója Soros Györgynek a megjelenésére, illetve a politikai befolyás szerzésére. Az elmondható, hogy a visegrádi négyek országai azok ellenállnak Soros Györgynek. Csehországból ugye már a 90-es évek elején kitessékelték a CEU-t. Ugye Magyarországon az elmúlt években nagyon komoly kormányzati intézkedések születtek annak érdekében, hogy a Soros hálózatnak a tevékenysége az hát alacsonyabb hőfokon működjön, mint ami az korábban jellemző volt. De viszont vannak olyan országok, ahol nincsen ilyen ellenállás. Ilyen ország például Ukrajna, ahol lényegében kormányzati szereplők nyíltan Soros György emberei, uralja a gazdasági és politikai életet ez a hálózat. De ugyanilyen ország Észak-Macedónia, ahol a baloldali kormány kitűnő kapcsolatokat ápol Soros Györggyel, és ott ugye volt nagyon sok tüntetés is Soros György befolyás szerzésével szemben. És Észak-Macedóniában vagyunk annak a szemtanúi, hogy a különböző etnikai és politikai feszültségeket használja ki Soros György, és súlyosbítja az amúgy is nagyon komoly etnikai konfliktusokat. Ugyanez jellemző Albániára is, ott is a jelenlegi miniszterelnök nyíltan Soros György egyik fontos szövetségese. És például itt Albánia kapcsán volt egy emlékezetes eset, amikor a WikiLeaks 2016-ban kiszivárogtatta Soros György Hillary Clintonnak írt, akkori amerikai külügyminiszternek írt levelét, egy 2011-es, 2009-es levélről van szó, amiben egyenesen Soros György kijelöl egy személyt, aki az akkori albán zavargások kapcsán szerinte jó közvetítő lehet Albánia és az Európai Unió között, és hogy nem, pont az a személy lett a tárgyaló fél az Európai Unió részéről, akit Soros György Hillary Clintonnak ajánlott. Tehát látszik, hogy ez a kiterjedt hálózat tényleg nemzeteken átível, az Amerikai Egyesült Államoknak a demokrata kormányzatát nagyon jól tudta használni, nagyon jól tudott azon keresztül a politikai befolyásán növelni az Európai Unióban és az Európai Unión kívüli európai országokban. És látszódik, hogy ezekben az országokban, tehát Ukrajnában, Észak-Macedóniában és Albániában az által támogatott politikusok segítségével Soros olyan helyzeteket tudott előidőzni, amelyek több esetben is komoly politikai válságot eredményeztek, és indirekt befolyásszerzési akcióinak köszönhetően
sikeresen tudta elfoglalni azokat a kulcspozíciókat, amelyek segítségével mind a mai napig ezekben az országokban igen komoly befolyással rendelkezik. Hogyha megnézzük azt, hogy mi a taktikája Soros Györgynek, akkor ezekből a tanulmányokból, amelyeket még egyszer mondom, elérhetőek a 21. század intézetnek a honlapján, itt a videó alatti linkben elérhető ez a tanulmánysorozat, akkor az mindegyik országra jellemző, hogy Soros György nem az egyensúlyi helyzetet, tehát nem a stabil politikai klímával rendelkező országokat keresi, hanem éppen azokat a helyzeteket keresi, amikor felborul az egyensúly, amikor egy országban forradalom van, a migrációs válság felbojdítja például az országnak a stabilitását, vagy akár rendszerváltás alkalmával is ugyanezt láttuk. Tehát amikor az egyensúlyi állapot felbomlik, akkor ő megjelenik, és a stabilitást igényével politikai és gazdasági befolyásra tesz szert, és innentől kezdve olyan irányítást tud elérni az egyes országokban, amelyre tényleg hát nincsen példa, és demokratikusan megválasztott kormányoknak a munkáját, ezeknek az országnak a belpolitikai helyzetét hát alapjaiban tudja átalakítani. Például az ebben említett Macedóniában, de Szerbiában és a közelmúltban nagyon sok olyan kormány megbuktatását célzó tiltakozás, tüntetés hullám volt, amelyek gyakran erőszakba is torkoltak, amelyek mögött Soros Györgynek a szervezetei, az ő emberei álltak. Magyarország kapcsán azt el lehet mondani, hogy a 2010-es kormányváltás után lépésről lépésre szorították vissza ennek a hálózatnak a működését. Magyarországon is voltak, és talán vannak is olyan politikai pártok, amelyek nyíltan Soros Györgyöt támogatják, illetve Soros György finanszírozza ezeket a politikusokat. Sajtótermékek esetében is ugyanez elmondható. Azonban tényleg itt is Magyarországon is, hogy Európa szerte a 2015-ös migrációs válság egy komoly fordulópont volt. Onnantól kezdve mindenki számára egyértelművé vált ennek a hálózatnak a összetettsége, a kiépítettsége és a működési metódusa. Onnantól kezdve egyre többen, és a kutatások is ezt mutatják, hogy most már a lakosságnak a túlnyomó többsége látja azt, hogy nem egy jótékony, filantróp emberről van szó, aki támogat mindenféle nemes célt, hanem egy olyan spekulásról van szó, aki a rossz, kaotikus, egyensúlytalan helyzeteket kihasználva igyekszik gazdasági és politikai befolyásra szert tenni, és igyekszik az egyes országok belpolitikájába beleszólni. Ez most már egyértelműen látható a kutatásokból, hogy ezt a társadalom többsége látja, érzi, és ez a baja Soros Györgynek, hiszen eddig rejtve volt, eddig fedve volt, eddig tudta fű alatt, titokban folytatni azt a tevékenységet, amit most már csak úgy tud megtenni, hogy frontálisan támad, kijön a fényre, és ennek köszönhetően viszont a magyar kormány álláspontját osztó politikai erők sokkal hatékonyabban, sokkal erőteljesebben tudnak védekezni az ilyen jellegű politikai befolyás szerzéssel szemben, hiszen eddig rejtve volt, most már ez nyíltan történik, ahogy a cím is a mostani videóelemzésben szerepel, Soros György kijött a fényre, és innentől kezdve sokkal nehezebb dolga van. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek ajánlom figyelmébe még egyszer a 21. század intézet honlapján elérhető hosszú tanulmányokat, amelyben azt veszük pontról pontra végig, hogy hogyan született a Soros Birodalom, az egyes országokban, a közép-európai országokban miként szerezte meg a befolyást, milyen módon irányítja az egyes országnak a gazdasági és politikai életét. Emellett ugye a Magyar Nemzetnek a cikk sorozata is ehhez kapcsolódik, ami hétfőn indult, és nap mint nap bemutatja Gerald Knaus nevű soros
hálózat vezetőt és annak a politikai tevékenységét, bemutatja azt, hogy miként folytatott nagyon sok lejárató kampányt Magyarországgal szemben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a szokásos Facebook videóelemzésem, jövő héten szintén jelentkezem majd egy újabb témával. További szép napot mindenkinek!